好，游戏人 No way 是啊。Okay, so what? Végre összezuttam veled ülni, hál' Istennek, már régóta szerettem volna veled beszélgetni, nagyon egy hullámhosszon vagyunk, vannak dolgok, amiben nem értünk egyet, persze, engem még nem nagyon győztek meg bizonyos dolgok. Igen. Ugye itt én is kutatom a laposföldet természetesen, nagyon sok a kétségem felőle, de a kétségem valójában abból fakad, hogy nincs meg a teljes technikai, technológiai tudásom, hátterem, szakirányú, hogy is mondjam csak, felfedezésem, ami bebizonyítaná azt, hogy ez a dolog valójában így működik. Ugye ehhez jobban kéne ismernem magát a GPS-t, hogyan működik, jobban kéne ismernem hozzá, hogyan működnek a szatellit, hogy is mondják magyarul, a parabola antennák, ugye, hát és stb. Tehát nekem még ebbe ezután nagyon utána kell kutatnom, és ami nálam azt jelenti, hogy ami azt jelenti nálam a kutatást, ugye, hogy én szó szerint belemegyek teljes ízében, vérében ugye a technológiai leírásoknak, mert másképp erről nem lehet nyilatkozni, tehát amikor tudod, valaki kitesz egy videót, hogy miért csak délnek vannak állítva a dolgok, miért csak így és úgy vannak állítva a dolgok, akkor az engem még nem bíz meg, hogy ez azt jelenti, hogy az meg az meg amaz. Tehát nálam ez az egész felfedezés így indult el, ugyebár valamikor 2008 vége felé. Én mindenféleképpen tudni akartam a dolgoknak a szakirányú hátterét, ugye, hogy mi miért van, és mi miért alakul úgy, ahogy. Hát utána ugye persze volt egy úgymond megvilágosodásom, de ez abból fakad, hogy ez a megvilágosodás, hogy nem túl sok emberrel történik, meg velem megtörtént, engem megérintett valami. És én azt éreztem, az tagadhatatlan volt. Tehát az egy olyan pillanat volt az életemben, amire azt mondtam, hogy ezt kizárólag egy olyan dolog csinálhatja, amit mi nem látunk. Amit mi nem látunk. És ez egy nagyon pozitív dolog volt az életem. Nagyon-nagyon szép irányba fordult onnantól kezdve. Nagyon sok minden megváltozott azóta. Elmondhatom azt, hogy körülbelül 15 millió százalékkal lettem felelősségteljesebb azóta. Tehát akinek a 10 parancsolat nem dívik, az maradhat liberális, és maradhat önző, és hogy is mondjam csak, figyelmetlen, nem törődöm, és a többi, és a többi. Tehát ez mind vele jár. Addig, amíg az ember nem ébred öntudatára, igazándiból, addig ezek a dolgok sajnos nagyon könnyen a hálójukba fogják ejteni. Mert ez így van. Tehát addig, nem egyszerű. És ugye hát nem beszélve arról, hogy körülvesz minket a New Age minden egyes mozzanatában, szegmensében, és az iszonyú könnyen magával ragadja az embert, mert nagyon-nagyon-nagyon szép, és nagyon kellemes, és nagyon magával ragadó, és olyan nagyon jó cukorral borított valami. Csak hát mire az ember leás oda, ugye addigra már vagy annyira magával ragadja, hogy függő lesz, vagy pedig már nem tud belőle kijönni. Hát nem egyszerű a dolog. Nem egyszerű. Tehát pontosan azt a legnehezebb, de amit... Yeah, I can see it, baby. Elnézést, csak itt van velem a fiam. Nem probléma. Na, igazándiból a csatornádat mikor kezdtem el nézni? Nagyjából azt hiszem, hogy egy éve volt talán az első, amikor valaki átküldött egy linket, és talán nem is... Nagyjából egy éve. És az érdekessége az egésznek, hogy én még azelőtt nem láttam senkit beszélni erről a laposföldről, így nyíltan. Ugye hát kettő nyelven ment ez a dolog, ami még érdekesebbé tette számomra, mert én úgy voltam az egésszel, hogy ez az ember valószínűleg olvasott, hogyha már még egy nyelvet beszél, és ilyen szinten beszéli, akkor biztosan volt arra ideje,
és elszántsága, hogy még több dolognak utána olvasson. És utána, amikor először hallottam, hogy beszélsz, akkor azt mondtam, hogy ezzel az emberrel beszélgetnem kell kicsit, és felfedezni, hogy mi történik. Na, kicsi. Egy pillanat, csak valamit én csinálok a srácnak, mert valamivel le kell foglaljuk. Mindjárt meg is. Mindjárt ki is találunk valamit. Oké. Na. Oké, itt vagyok. Oké. És ugye, hát engem igazándiból, mint mindenki mást, hogy elkezdett érdekelni az, hogy mi van oda kint, vagy oda át. És ugye az első éveimben, tehát ilyen 2006-tól fölfele, ahogy elkezdtem nézegetni a dolgokat, ugye hát teljes erejében magával ragadott ez az idegen földön kívüli civilizáció lehetséges léte, és olyan szinten magával ragadt, hogy 2 évig ki sem tudtam belőle jönni. Addig, amíg a kezemben nem akadt az első olyan könyv, ami valójában azzal foglalkozott, hogy ez az egész csak egy pszájok, ugye? És igen, igen. Hogy az egész csak egy pszájok, és úristen, tehát nálam valami, bennem akkor valami összetört. Volt még egy srác YouTube-on, hatalmas csatornája volt, többszörösen leszették érte. Nagyon kemény információkat rakott ki, kifejezetten ilyen lepellerántó az összes ilyen mainstream alternatív információ adagolóról, és ő volt az, aki azt mondta, hogy most képzeljünk el egy angol srácot, akinek magyar szülei vannak, és minimálisan beszélt magyarul, viszont vette a fáradtságot, hogy fejlessze a magyarját, és elkezdett olvasni olyan könyveket, amik pontosan azokat a túrákat, igen, és világkörüli felfedezéseket foglalták önmagukba, amelyekben magyarok is részt vettek, és ugye köztük volt ez a bizonyos dél-amerikai magyar lelet, ugye, hogy hogyan volt az lehetséges, hogy ott magyar leleteket találtak, ugye hát el tudjuk képzelni, tehát valahonnan elindultunk, mindenki ment mindenfelé, de ugye hát szöges ellentétben áll a tanított történelemmel. És ott volt az első olyan dolog, amire rámutatott, hogy nézd meg, hogy két csoport volt az, aki nagyon ellenezte ezeket a felfedezéseket, és érdekességképpen a mormonok voltak, és a jezsuiták. Tehát ők kőkeményen be akartak vásárolni ebbe a feltárásba. Uh-huh. És az úriember, most nem jut hirtelen eszembe a neve, de biztos vannak olyan, akik már tudják is, hogy kiről beszélek. Uh-huh. Ő ugyebár... Okay, baby? Alright. De ő ugyebár leveleiben figyelmeztette a magyar kutatócsoportokat, és azon belül ugye azt hiszem, hogy a Magyar Tudományos Akadémiát is, hogy ez és ez a két csoport nagyon kőkeményen szét akarja bombázni az összes leletet. És azonnal lépniük kell valamit erre. Szóval valahogy itt kezdődött el az egész. Aztán elkezdtem utána olvasni, hogy kik ezek a jezsuiták, mi ez a mormon egyház, és a dolog onnan már, mint a lavina. Tehát én információéhes voltam, és minden megjelölt forrást, könyveket, stb. Én elkezdtem szépen felkutatni, már ha tudtam. Mert ugye hát az ember nagyon szeretné ezeket a könyveket a kezükben tartani, vagy legalább elolvasni online, de le vannak tiltva, nincsenek jelen, eltüntetik őket, tehát megy a digitális könyvégetés. Hatalmas sebességgel halad ez előre. És kérlek szépen, élő példa arra, hogy most is például, ahogy hazajöttem Skóciából, én úgy gondoltam, hogy ha már ott vagyok, ugye hát akkor már rássuk magunkat bele a skózritusú szabadkőművességbe, és láss csodát, egy darab segítséget nem kaptam arra, amikor én bementem a könyvtárba, és kijelöltem azokat a könyveket, amiket én olvasni szerettem volna.
kiskönyvtárról volt szó, de mivel be voltam regisztrálva, és az egész Kótfelföldre volt érvényes a regisztráció, úgy csináltam meg, ez azt jelentett, hogy 800 könyvtárból tudták volna összehordozni azokat a könyveket, amiket én megjelöltem. Hát köztük volt Albert Pike, ugye a Morals Dogma, akkor a 68 Convocation of the Rosencross Order, és stb. Stb. Tehát pont azok a könyvek, amiket mindig is szerettem volna kezembe tartani, viszont, ha hiszed, ha nem, nekem megvan az összes leveles válasz, nagyjából 8 vagy 9 ilyen kérelem, amiben 2-3 könyv is meg volt jelölve egyszerre, hogy ezek a könyvek nem elérhetők a nagy publikum számára. Tehát ők nem fogják megosztani ezt senkivel. Egyszer az volt megjelölve, hogy ez a könyv nem lelhető fel már, mert tudod, ez a elég nehéz elhinni. Tehát pont Skóciában nem lelhető fel, ami úgymond a melegágya ennek a dolognak, és te nem még tudsz hozzájutni egy könyvhöz. Ezek úgyis mind megtalálható digitális formában. Sajnos már nem mind. Sajnos már nem mind, mert leszedik őket. Az a Morals and Dogma az például átküldöm e-mailben, ha gondolod. Persze. Lehet, hogy itt Skype-on. Én nekem az volt nálam az volt a lényeg, hogy a kezemben tartsam. Igen. Hogy lássam, hogy ott van a kezemben, és tudok ténylegesen belőle fényképeket csinálni, és megmutatni az embereknek, hogy milyen méretű átverés folyik. Tehát ugye a legnagyobb titok, amikor mondják, hogy a legnagyobb titokról beszélnek, a legnagyobb titok az a mai napig, amit nem vesznek észre maguk a kőművesek és senki sem, ugye csak akinek elmondjuk így, az a kontroll. Tehát erről szól az egész. Nincs itt semmilyen más nagy titok, van egy pár természetesen, amit nem osztanak meg, technológiai titkok, de a legnagyobb titok az természetesen az irányítás művészete. Hogy hogyan manipuláljanak tömegében embereket, csoportokat, bőrszíneket, vallásokat, és ez így megy. Tehát elég hosszú a lista. Ahol valamilyen metódusról van szó, azt ők megtanulják manipulálni. És ez itt a legnagyobb titok valójában. És olyan jól csinálják, és olyan jól csinálják ezt az egészet, hogy még a saját beavatottjaikat is teljes könnyedséggel az orruknál vezetik. Ugye hát, és ott van az a szakszó kifejezés náluk, az a hoodwink, amikor ráhúzzák ugye a kis kapucnit a fejükre, ugye? Ennek több értelme van, hogy miért hoodwink, de hát az is a megtévesztés, beavatás megtévesztésébe való bevezetés. Ugye hát ott is beavatják őket a nagy megtévesztésbe, csak hogy itt ők vannak megtévesztve. Ezért mondják azt, hogy hoodwink. Ugye hát a hoodwink az alapvetően a rendeknek a csuhás öltözetéből is jön, ott is a beavatást, hogy be van avatva valaki, az szimbolizálja, és ugye annak van egy nagyon szép kapucnia, amit a fejükre tehetnek, na hát akkor igen, tehát ezzel benne is lennének ebbe a nagy körbe. Csak hát ugye azt nem veszik észre ezek az emberek, hogy amikor csatlakoznak hozzájuk, ez vagy öröklődik, tehát apán keresztül, ez a legfontosabb, hogy nem az anyákon keresztül öröklődik, hanem ugye ez patriarchikus rendszer, tehát az apán keresztül öröklődik, fiúra vagy lányra, de inkább fiúkra, vagy pedig úgy toboroznak, hogy mint a szientológiában, ugye? Tehát minél több pénzed van, annál könnyebben bekerülsz egy ilyen csoportba, tehát ha te hatalmas összegekkel rendelkezel, és azt látják, hogy egy igazi debil vagy, tehát gőzöd nincs arról, hogy mi történik a világban, akkor első számú kandidátus lehetsz, és olyan szépen, olyan könnyedén fölvesznek, hogy ez valami iszonyatosan hihetetlen. Tehát nagyon jól csinálják. És mindenfajta féleképpen és módon próbálják az embereket betoborozni, de a lényeg az, hogy minél több pénze legyen, ugye, hogy a céljuk tudja szentesíteni azt a bizonyos erőt, aminek ki kell fejlődnie majd a jövőben, hogy létrejön ez az ő bizonyos kis magándiktatórikus rendszerük, amit majd úgy fognak valahogy egy ilyen nagyon szép képben próbálnak ugye így felvázolni az embereknek, hogy,
milyen szépen is fog ez majd kinézni, csak hát odáig van egy eléggé vérrel övezett utacska, amit így be kell járni. Tehát ez is már egy érdekessége a dolognak, ugyebár, hogy ők így gondolkodnak, hogy vérrel lehet megszentesíteni ezt a bizonyos dolgot, ahova ők majd így szépen el fognak kerülni, mert ők fognak csak oda kerülni, ugye ők akarják magukat a csúcsra felállítani, ők az a bizonyos csillag, ami a csúcson áll, ugye, a Superman, mert erre hajtanak, hogy az gyártanak majd le ugye egy technológián keresztül, majd szépen egyet kifejlesztenek, és akkor majd abból ők csinálnak valamit. Ez a terv, igen. Hát igen. Na most, ugye a legújabb videóm, ami nagyon régóta készül, mert iszonyatos méretű anyagot veszek át, ugye ez az Alien 2, az egyet le is fogom szedni, majd szépen alákreditálom, hogy azért a részletek felelhetőek benne, de a kettőt azért csinálom, hogy kicsit kibővítsem az elsőt, és mégpedig azért, mert eszközölni tudtam azokat az olvasni valókat, amelyek szükségesek azok ahhoz, hogy még jobb, még nagyobb információ mennyiséget zúdítsak az emberekre, ő mégpedig ugye az a bizonyos Nikola Tesla, és az ő felfedezései, és az ő privát, úgymond megjegyzései, amelyek azért föllelhetőek a mai napig az újságokban, hogy mi az, amin ő dolgozott, és mi az, ami ő meg is valósított, méghozzá eléggé korán, 1897-ben, ez az, amit sokan nem tudnak, és a mai napig azt hiszik, hogy amit ők látnak röpködni, azok valami extraterrestriális élőlényeknek a kreálmánya, ugyebár arra ugye a legmerészebb álmukat nem ismerik így levezetni a fejükben, ami arról szólna, ugye, hogy maga az ember az, ami akkora zseni, hogy képes ilyen dolgokat felfedezni, és megvalósítani, és létrehozni. És nagyjából 7 vagy 8 könyv az, amiből próbálom összeboronálni ezt az anyagot, ami nem nehéz, ugye, hát a család azért az picit visszafog a dologban. Dolgozgatok rajta, nagyjából 85%-os ez a dolog, amivel eddig eljutottam, és nem lesz rövid. Na, ez nem lesz rövid, ez valószínűleg egy 2 óra hosszás dolog lesz, már most úgy tűnik a dolog. És miután én elolvastam a technológiai vívmányokat, már amit kipakolnak, ugye, mert nagyon sok mindent leszednek, és nincs publikálva, hiába le vannak védve, annak ellenére nincsenek fent a US Patent Office hivatalos oldalán természetesen, de sok olyan felelhető, amit maga Tesla megvalósított, és ugye, de nem elegendő, mert Tesla rájött arra, mint minden más felfedező, hogy az OSI, az Operation, várjunk csak, Scientific Intelligence, ugye, ami egy elég kőkemény csoport a mai napig még léteznek, kérlek szépen ügynököket helyezett a felfedező vagy a szabadalmi hivatalba, és ha hiszitek, hanem azt csinálják a mai napig, hogyha találnak valami nagyot, valami tényleg valami nagyot, teljesen mindegy, hogy legyen technológiai, orvosi, mezőgazdasági, akármilyen, könnyűipari, nehézipari, a nehézipari még egy érdekes dolog, mert ott nagyon sok minden el van nyomva. Ugye hát vasat tudnánk előállítani szó szerint a semmiből, megvan rá technológia, és nem engedélyezik, hogy legyen. Például, ez csak egy példa, ebbe is külön bele kéne mennem, mert nagyon érdekes könyvet olvastam ezzel kapcsolatosan. És ha hiszitek, hanem a 40-es években csinálták meg ezt a dolgot, mert rájöttek, hogy azért ért sincs annyi a világon, mint ami szükséges lenne ahhoz, hogy ők építkezzenek, stb. Úgyhogy vannak olyan technológiai vívmányok, amik bizony pont ezt segítenék elő, hogy minél olcsóbban, minél könnyebben tudjunk bizonyos dolgokat építeni. Na már most, ugye hát Teslánál viszont az volt a legnagyobb probléma, amikor ő rájött erre, hogy az ügynökök ugye ott vannak és visszatartják őt abban, hogy megvalósítsa a szabadalmat, és direkt ellopták őket, nem beszélve arról, hogy mindig azzal jöttek, hogy addig, amíg nincs letesztelve, addig bizony több és több és több időt kell várnia, és bizony olyan sok időt várt némelyik szabadalomra, és nem csak ő, hanem egy másik úriember is, egy Lin nevezett úriember,
hogy kifutott a pénzből, mert ugye itt mindig meg kell erősítened, hogy te folytatod, igen, te újra igen. szeretnél, és ez mind pénzbe kerül, súlyos pénzekbe. És ezért nem valósult meg nagyon sok, és a mai nap is tudnék példát mondani egy érdekeset, ugye a meddőség gyógyítására vannak bizonyos ilyen kis turbó injekciók, amiket lehet kapni, ha jól tudom, lövésenként 500 euróba kerül, ami írdatlan nagy pénz, és nagyon sok kell belőle, és ugye orvoshoz kell menned, ami plusz költség, ugye mert a TB-d, meg stb., a látogatási idő, etc., etc. Na most, ez egy magyar felfedező, ha hiszed, hanem három utcára lakik tőlem, és az úriember kifejlesztett gombából, ő is megvan győződve arról, hogy a gomba lesz a jövő gyógyszere, tehát a gombaspóra, amit én is szeretek nagyon, egy pár fajtát, és több éve nincs semmilyen betegségem, tehát a gyerekek itt köhögnek mellett, az asszony kehes, stb. Amit én megszedek, hiába mondom, hogy szedjék, nem szedik, semmi bajom. Tehát, na most ez az úriember felfedezte, hogy hogyan lehet a meddőséget gyógyítani gombaspórával. És kérlek szépen, 87%-os a mutatási rátája, tehát iszonyatosan magas százalékos sikerrel dolgozik, és nem engedélyezik itthon. Ő pusztán étrend kiegészítőnek szerette volna bevezetni Magyarországon, és még azt sem engedélyezi a T betűvel kezdődő négybetűs cég, amit nem mondok ki itt. Jó, de mindenkinek gondolom van elképzelés, hogy kiről van itt szó. Tehát nekem elmondta, hogy a legnagyobb ellentetje az a bizonyos cég. És ugye hát megy a lobby, mert ugye hát az a bizonyos cég, és nem csak ők, más cégek is gyártják ezt az injekciót, ami egy kémiai, vegyi, ki tudja mi pontosan. Igen. Ugye addig, amíg nem tudjuk a pontos kompozíciót, összetételt, addig csak azt mondhatjuk rá, hogy valamilyen McDonald's-os étel összetétel, ugye? És hát ugye ott nincs olyan magas siker százalék, mint az ő gombos pórájánál, amitből ő folyadékot gyártott. És kérlek szépen, ha jól tudom, kettő hely van a világon, ahol szabadalmat kapott rá, hogy étrend kiegészítőnek eladja, az pedig India, és valahol az ázsiai részen még valahol. De ott mehet. Ott mehet. És ő itthon is foglalkozna nagyon szívesen ezzel a dologgal, és terjeszteni, de nem kap rá szabadalmi engedélyt. Tehát ez egy másik dolog. Ugye hát ki akarna még több embert a Földön, ugye hát ők azon dolgozzanak, hogy minél kevesebb legyen, folyamatosan azon vannak, hogy visszavegyenek a számból, ami részint megérthető, de részint nem is érthető meg, mert akkor lenne igazán megérthető a dolog, hogyha visszatérnénk, ami csúnyán hangzik, a régi halálozási számhoz, gyermekhalálozási szinten. Én tudom, hogy ez csúnyán hangzik, részben megérthető az is, hogy ők azon dolgoznak, hogy azért ne legyen túlnépesedés, de az igazság az, hogy már annyit hazudtak, hogy nem lehet tudni a pontos adatokat sem. Hogy most mennyien vagyunk ebben az országban, nem tudhatjuk, hogy mennyien vagyunk az EU-ban, nem tudhatjuk, hogy hányan laknak Kínában, már azt sem tudjuk, hogy mennyien lehetnek Afrikában. Sőt, ami ettől még szebb még az is, hogy azt sem tudjuk, hogy mi a kontinenseknek a valós mérete. Mert itt aztán... Hát nem, persze. Már erről volt, vagy igen, erről én beszéltem többször is. Hát igazából nem tudunk semmit az ahelyet. Nem tudunk semmit, és semmi sem biztos. Na most az egy-két emberben lehet, hogy egy kis labilitást vár ki, de ezzel nem kell törődni, nem baj. Tudni kell, hogy ők ilyen méretű manipuláción dolgoznak, és nem kell emiatt aggódni, hogy nem tudunk semmit. Én megmondom nektek az igazságot. Ők a legnagyobb igazságot szeretnék kitalálni, de a büdös életben nem fogják megfejteni. A legnagyobb igazságot próbálják kideríteni, de sosem fogják tudni kideríteni, mert ki maga Isten, mert ők azon dolgoznak keményen. És pontosan azért, mert egy olyan összetett élőlényről van szó,
amihez mi kevesek vagyunk az értelmezéséhez. Tehát ők ezen dolgozhatnak a világ végtelenségéig, ugyanis a lehetséges verziók, amiket ők kutatnak, az végtelen. Szó szerint végtelen. És ők is ugyanolyan tudatlanok a saját szintükön, mint mi a mi saját szintünkön. Tehát ők itt... Igen? Igen, értem. Vagy egyetértek, hát... az a, pontosan arra van szó, hogy különböző fokozatokon más-más a tudás annak, aki úgymond benne van ebben az egész folyamatban. Szóval nyilván, ahogy halad fölfelé a lépcsőn, az ember úgy egyre több dolgot tud meg. Ez a lényege szerintem. Ezért is hívják magát az egész rendszer Illuminátinak, mint a beavatott. Ezért az a piramis a jel, ahogy haladsz fölfelé, egyre közelebb kerülsz az igazsághoz. Ami számukra az a tudás, ami tulajdonképpen a valóság. Mind a földről, mindenről, amiről beszélt, az egész világról. A probléma az, hogy egy átlag ember úgy gondolkodik még mindig szerintem, hogy vannak hazugságok, és vannak igazságok, és nem nehéz megérteni azt, hogy tulajdonképpen minden, amit így nagy hirtelen az ember kiderít az életről, az minden hazugság. Ezért ők azok, akik beavatottak, ők tudják, hogy hogy működik a Föld, ők tudnak, nem csak technológiailag, hanem általánosságában. Ők beavatottak abba, ami a valóság. Mi egy álomvilágban él, a legtöbb ember egy álomvilágban él, és aztán ebből próbál kiszabadulni. De azok, akik ebben a rendszerben szépen haladnak előre a lépcsőfokokon fölfelé, ők meg tudják a valódi valóságot. Hogy működik a pénzrendszer, a bankrendszer, hogy működik az egészségügy, stb. Ezen kívül számtalanos az oktatás, azok a dolgok, amikről beszéltél, az űrkutatás, az alien, akkor a lapos föld dolog, mind része a tudása, és haladnak fölfelé azon a lépcsőn. Persze, mindenki más szintjén van ennek. Úgyhogy mindenki nem tud mindent most. Úgy értem, hogy egy magyar vezető nincs olyan szinten, mint mondjuk a világban az elnöke. De a világban elnöke sincs olyan szinten, mint mondjuk, akit mi úgy ismerünk, mint Rockefeller, vagy Rothschild, vagy akár. Szóval ennek megvannak szerintem a fokozatai, és ha megérti az ember, akkor annyira nem rejtélyes maga ez az egész rendszer. Csak kell érték azt, hogy ha arról beszél valaki, hogy új világrend, vagy illumináti, akkor az automatikusan egy összeesküvés elmélet is, ami olyasmi, ami nevetséges, vagy miért nincs, vagy nem lehet. Igen, de most gondold meg, hogy mennyire viccesen hangzik az, hogyha én azt mondanám, hogy, mert az egy beavatási fok, tehát az egyetem csúcsán fogod elérni, tehát szó szerint az egyetemi végzettséged, amikor megkapod a bizonyos papírokat, stb. Megcsinálod, akkor fogod megérteni, hogy hogyan működik egy bizonyos dolog. Na most, ha te ezt elmondod valakinek, hogy figyelj, én az elmúlt 8 évben a beavatásom, nevezzük beavatásom során, erre bukkantam, és a másik alatta levő, aki csak szakközépiskoláig ment el, nyugodtan mondhatná azt, hogy ez hülyeség, ez csak egy összeesküvés elmélet, én nem hiszem el, hogy az úgy működik. Érted? Ez pont ugyanolyan. És nagyon sok videót és információt rakunk ki az emberek számára, és annyira nem olvasottak az emberek, hogy simán rámondják, hogy ez csak egy összeesküvés elmélet. Amikor kiraktam azokat a könyveket, amiket már a 18. század végén megírtak, 18. századról beszélünk, angolul vannak természetesen, de már úgymond a modern angol, tehát teljesen olvasható, nem a Károli féle Bibliát kell elképzelni, vagy ugye, hogy minden harmadik szó egy picit ilyen ómagyar, vagy régebbi stílusú magyar, ugye, és ott már elolvasható, hogy kimutatják, hogy kik ezek az emberek, mit művelnek, és hogy ez a bizonyos dolog évezredek óta megy már. Évezredek óta. Persze. Nem mi vagyunk az első felfedezők, hullámokban jön a ugye, generációnként, hál' Istennek ismételten felvetődik ez a bizonyos dolog, mert sokan vannak, akik megkérdőjeleznek bizonyos dolgokat, ami nagyon jó.
kérdés igazság szerint az, hogy ki meddig jut el a... Van, mint ahogy az ő tudásoknak, vagy úgymond felvilágosulásoknak is vannak fokozatai, úgy az emberiségnek is. A probléma szerintem az, hogy a legtöbb ember leragad azon a szinten, hogy elkezdi nyomozni a fizikális valóságnak a különböző, úgymond összeesküvéseit, vagy titkait, mint szerintem egy nagyszerű példa a chemtrail, vagy a harp, vagy vannak, akik megpróbálják megakadályozni, hogy az állatokat milyen rendszerben tenyész, vagy hogy működik a politikai rendszer, van, aki az egyenjogúságért harcol, valaki a függetlenségért, a szabadságért, mit tudom én miért. Ez szerintem ezek nyilvánvaló, hogy azért van ennyi információ az interneten, mert ők azt akarják, hogy ennyi információ legyen az interneten. Tisztában vannak azzal, hogy egy átlagembernek nincs annyi ideje, mint mondjuk neked volt, vagy nekem, hogy ezeket végigböngészze az összes, és haladjon tovább. Egyszerűen csak elárasztják a világot információval, és az igazság ez alá van eltemetve, és nagyon kevés ember hajlandó leásni az aljára, és képes feldolgozni azt, amit megért abban, hogy annak mik az összefüggései, mivel az egész rendszer összefügg egy nagy hazugsággal. A kérdés, amit szerintem fel kellene mindenkinek tenni magának, aki hallgatja ezt, vagy úgy általában kutat, hogy mi az értelme annak, hogy ők ezt csinálják. Én nem tudom, hogy te mit gondolsz, én biztos vagyok benne, hogy az nem a pénz, nem a hatalom, és nem a kontroll. Én úgy gondolom, ők nyomtatják a pénzt. A pénz nem lehet azokkal. Ők, akik irányítják ezt a világot, az elit, ők csinálják a pénzt, nekik ők a pénz nem érdekli. A hatalom sem igazából, hiszen az övéké a hatalom, kontroll az, amit most építenek ki, ami most válik lehetővé a technológia segítségével, hogy teljes kontroll legyen. Szóval a felszínen egy részük ezekért a dolgokért dolgozik. De mi van a legtetején az egésznek? Ez az, ahova nem jut el a legtöbb ember. Szerintem ez a probléma. Nem érti, hogy mi a nagy hazugság. Mi annak a piramis tetején levő szemnek, amelyikből a szél árad ki. Mi annak a jelentősége, és mi az, amit az akar. Hiszen az nincs rajta a piramison. Tehát az nem tartozik hozzá az elithez. Az egy különálló dolog. És az az, amit a legtöbb ember nem ért meg, hogy mi az, és mi annak a célja. És ezért nem jut el soha ahhoz, hogy mi is a világ lényeg, mi is az élet lényege. Ez az én elképzelésem. Ezt nagyon jól látod. Tehát én nekem, hál' Istennek, megvolt bennem az az affinitás, hogy amikor elkezdtem kutatni valami után, akkor nem álltam meg az első mérföldkőnél, hanem én bennem felvetődött még egy miért, és még egy miért, és nagyon sok miért volt. És a végén eljutottam arra a felfedezésre, hogy két nagy dolog van, amit dolgoznak. Az egyik a kontroll, a másik pedig Isten teljes elásása. Tehát olyan mértékben foggal körömmel harcolnak, hogy magát az Isten teljes mértékben elássák és eltüntessék, de minden onnan, tehát minden vallásban ezen dolgoznak, hogy az valami iszonyú. És tudod, mivel a legkönnyebb eltetni az embereket? Még a kőkemény, tehát nem mondom azt, hogy a kőkemény az ortodox zsidókat, de elég sokkal volt lehetőségem beszélgetni, ugye vendégátos mi voltomból kifolyólag, hogy kérlek szépen az a buddhizmus. Annyira jó a buddhizmus, olyan jól működik a buddhizmus, hogy bárkit képes letéríteni egy bizonyos útról. Igen. Iszonyatosan jól fel van építve. Nagyon jól megkonstruált nevezük vallásnak. Vallás. Tehát olyan szépen fel van építve, és meg van konstruálva, és annyira sok benne a fény és a gyönyör, hogy az emberek a sok fájdalom után nagyon könnyen oda mennek. Nagyon könnyen összeszedik. Így van. Igazából imponál mindenkinek, tudod, a függetlenség, az, hogy nincsenek szabályok, és az, hogy én vagyok a legfontosabb az egész univerzumban, és a tudás révén én leszek majd a végén
felvilágosult is, úgy átszöltek és eljutok a mindenség alkotójához. Ez, ez imponáló, de tulajdonképpen az üzenete ez minden más vallásnak, hogyha az ember jobban belegondol. A buddhizmus az csak egy bálfaja, ezért mondja azt az írás, hogy keskeny az út és szűk a kapu, ami az élethez, és széles az út és tágas a kapu, ami a pusztuláshoz. A széles út az összes ilyen verzió, amit oda vezet. Beleértve sajnos a kereszténységet is, és az összes többit. Hiszen a törvénytelenség az, ami egybefogja az úgymond vallásokat. A buddhizmusnak sincsenek igazából. A buddhizmus sem követel az embertől fegyelmet, vagy engedelmességet a teremtőhöz. A buddhizmus is ugyanazt hangsúlyozza, mint az összes többi, hogy a szeretet a lényeg, az a szeretet, amit a világ szeretetnek hív. És szerintem az egy probléma, hogyha mi azokat a definíciókat használjuk, amelyeket a világ meghatároz. Hiszen nem biztos, sőt, nyilván nem, de érdemes elmondani, hogy nem biztos, hogy a mindenség teremtője azokat a definíciókat használta, amiket mi most szeretetnek hívunk, engedelmességnek, szolgálatnak vagy alázatnak. Számára nem az ezeken az úton imponál az, hogy szabadságot kap és mehet a saját fejem után. Igen, és ez a szabadság ugye, hát nem ez a, de másfajta szabadság stílusok, ugye a teljes liberalizmus például felelhető az Aleister Crowley féle propagációban. Egy pillanat, hozok neki egy fehér mondat. Yeah. Nem probléma. Már akkor annyit még hozzátennék, hogy a liberalizmus az csak az egyik extrém formája ennek a szabadságnak. A liberalizmus ez tulajdonképpen tükrözi azt, hogy a társadalom milyen aberrált és erkölcstelen szintre süllyed le. Amikor elfogadja azt, hogy minden lehetséges és mindent el kell fogadni, és minden normális, csak azért, mert valaki úgy gondolja. A másik véglete ennek meg nyilván a szélső jobb oldal, ami halad. De minden közte, teljesen mindegy, hogy melyik irányzatról van szó. Egyébként szerintem nagyon kevesen értik azt, hogy az új világrend az egy szocialista, kommunista diktatúra lesz. Ami már most az, természetesen. Így van. Ami már most az. Ugye a szocializmus az egy nagyon-nagyon kellemes kis dolog, amivel bele lehet csalogatni az embereket, ugye, hogy írd alá ezt a papírt, és akkor tudod már gyerekkorodtól fogva, és akkor, hogyha bajod van, akkor mi majd ellátunk. Tehát ez a teljes önmegvalósítás, és ez tényleg az önmegvalósulástól való megfosztás. Abszolút megfosztanak az önmegvalósulástól, mert mindig ott lesz apuci, ugye? Aki ugye etet, megtörli a kis popsidat, elvisz ide-oda. Valamilyen szinten, hogyha... Szóval, hogy mondjam, a probléma nem feltétlen az, hogy van ez a rendszer, mert ugye egyszerűen nem tudsz mit. Tehát én ismerem a mozgalmat, amiről láttam már néhány videót, itthon is megy már ez az alaptörvény nem érvényes, meg az a free man, gondolom, az valami szabad ember mozgalom, hogy a rendszertől függetlenül élni. A probléma az, hogy most akkor aki szabad akar élni, ő nem fogja majd a rendszer által nyújtott szolgáltatásokat sem használni, vagy csak a kötelezettségek alól akarja kivonni magát. Szóval azzal jár majd egy ilyen döntés, amit mindenkinek el kell dönteni. Ez az egyik, a másik meg nem fogják hagyni. Tehát, hogy mondjam, azt gondolom nyilvánvaló mindenki számára, aki ezt hallgatgatja, hogy a rendszert nem lehet megváltoztatni erővel. Ez olyan mint az a csapda, amiben beszorul az állat lába. Abban a csapdában nem erővel jön ki az állat. Teljesen mindegy, hogy mennyire húzza magát kifelé, úgy sem tud kijönni abból. Az úgy van kitalálva, ez is egy ilyen dolog. Minél jobban ellenkezik, és ezt lehet látni ma a világban, az összes tüntetés, amik az utcán történnek, teljesen a petíciók, ez mind az ő magukra hagyja a vizet. Hiszen ezáltal el tudják érni azt, hogy
ez az oka annak, amiért szigorú intézkedések kellenek, mert ezek a dolgok történnek a világban. Ebből nem lehet kijönni. Ezt a folyamat nem tudom, hogy te milyen, mi az te elképzelésed erről. Ez sajnos ez így van. Ez sajnos így van. Ez sajnos így van. Őket kizárólag úgy lehet megfogni, hogyha a saját praktikáikat használja az ember. Kizárólag úgy lehet, és mindig azzal a megközelítéssel kell ezt az egész dolgot megvalósítani, hogy tehát eleve nem szabad feladni. Nem szabad feladni az első kanyarban, ha az ember valamit szeretne elérni. A másodikban iszonyatosan, intelligensen, konstruktívan kell mindenféleképpen a dolgoknak nekiállni, mert ha nem úgy tesz az ember, hanem csak neki szalad, akkor biztos, hogy vasbeton falba fog rohanni. Az biztos. És azt viszont ismét nem ajánlom, hogy csak úgy csücsüljön le, és akkor szemléje, hogy mi történik. Hát az nem, meg a másik. Nem. Mert az egy kérdés, hogy mondjam. És nyilván, hogyha nézed a videókat, akkor ki kellett, hogy derüljön, hogy mi az, amit én képviselek, vagy amit én próbálok megérteni az emberek, úgyhogy ez nem fog igazából szerintem senkit meglepetésként érni, hogy én azt állítom, hogy igenis van egy teremtő, és azt a teremtőt az íráson keresztül lehet megismerni, az írások, amit a kánonnak hívnak, a Biblián keresztül lehet megismerni. Ha valaki ezzel nem ért egyet, én nem mondom azt, hogy bár nem úgy állok hozzá, mint korábban. Én nem mondom azt, hogy ő rossz úton jár, vagy sem. Én azt mondom, hogy én teljes mértékben ebben hiszek, én úgy élem meg, hogy minden, ami ott le van írva, az ellenkezője történik a világon, pontosan azért, mert ők így akarják. Azok, akik irányítják a világot, egy teljes lázadásban élnek. Mi ellen lázadnak? Nem a buddhizmus ellen lázadnak, nem a hinduizmus ellen lázadnak, vagy úgy általában megvan a törvény, ami ellen lázadnak. És az ő lázadásuk átterjed a világra. Ők tudatosan lázadnak az úgynevezett, amit mi a idézőjelentett mózesi törvények kívül az ellen. De a világ tudatlanul lázad ellen. A világ egyszerűen csak szabadságot akar, nem tudván azt, hogy az a szabadság, amit ő szabadságnak hív, az a végén problémát fog okozni, amikor az ítélete kerül sor. Aki ezt nem osztja, az nehezen fogja megérteni azt szerintem, ahogy én megközelítem, de én nem hibáztatom ezért, mert a világ úgy van felépítve, hogy az álomvilág nagyon távol áll ettől. Szóval én nem bírálni akarom azt, hogy te vagy mások csinálok. Csak egész egyszerűen őszintén el akartam mondani, hogy én így közelítem magad. Nagyon jól látod a dolgot. Érdekessége, hogy ezeknek az intellektuális vezetőknek nagyon soknak, és például a könyveket lehet olvasni. Volt ez a, bár eszembe jutna a neve, egy hatalmas felfedező, ugye a mesterséges intelligenciával foglalkozik, és a könyvében kijelenti már a kezdősorokban, hogy Isten egy gonosz, bosszúálló lény. És amikor megkérdik tőle, hogy elolvasta már egyben a Bibliát, azt mondta, hogy még soha. Tehát itt abból is lehet látni, hogy passzusokat ragadnak ki az emberek a könyvből, és arra alapozzák azt, hogy ez egy nagyon gonosz valami, és nem látják a környezetben levő szöveget, ugye, ami kifejtő magában, hogy miért teszi azt, amit csinál. Ugye? Hogy miért van az, hogy igenis, ide korlát jön, ide korlát jön, itt a rendszerben rakunk még egy korlátot, még egyet, még egyet, még egyet. De figyelj csak, amit leggyakrabban használnak, az, hogy jó, megölte mindezeket a népeket, és Izrael felhasználta. Jó, most azt tudjuk, hogy ez az Izrael, nem az az Izrael, ez világos mindenki, hogy ez a nép, nem az a nép. Ezt tudjuk. Amit mondod, hogy írtsuk ki azokat a népeket. És akkor, hogy mi egy boxváló Isten úr. Miért nem akarja valaki megtudni, hogy ez úgy történik? Valaki megérteni azt, hogy mi az, ami valójában történt az özönvízelműt, hogyan indult el az egész emberek és a spirituális világ közötti háború azáltal, hogy az, amit mi angyaloknak hívunk, az a koport, hogyan kerül kapcsolatban, ami le van írva, akár a
Korábban is amerében az én okkönyvét, ha valaki elolvassa, akkor világos lesz, hogy hogyan zajlott le ez az interakció, vagy ez a kontaktus, mi lett annak a következménye, és azt el kellett törölni a földről. Azok a népek tovább folytatták ezt a hagyományt, el kellett törölni őket, mert az lett volna, ami most van. Annak a következménye, hogy nem tették meg, az, amiben most mi élünk. Ezt nem Isten irányítja ránk, ami történik. Ezt nem ő el tudna minket, neki nem kell ezeket csinálni. Mit csináljuk magunknak? Mi okozzuk magunknak ezeket a problémákat azzal, hogy eltérünk az útjára. Nem feltétlenül te vagy én vagy, aki hallgatja, hanem a világ nem él abban a rendszerben, amit annak a teremtője meghatározott. Ezért akarta, hogy eltörüljék azokat a népeket. Nem azért, hogy nem volt jobb dolga, vagy nem ő neki hajbókoltak. Tudta, hogy az engedetlenségnek mi a következménye, és az milyen következményekkel jár majd az annak számára, akit ő teremtett, amik mi vagyunk. Értető, amit de várjatok csak, hogy teljesen még, tehát hogy kézzelfoghatóan megmagyarázzam ezt az embereknek, hogy mi látszik itt. Tökéletes példa. Amerikai függetlenségi nyilatkozat. Minden le van benne pakolva abba, hogy az emberek teljes szabadságban ugye a kormánytól függetlenül éljenek. Rendben? Ez olyan, mintha csúnyán fog hangzani, Isten törvényei itt a Földön meg lett volna írva emberek által, és olyan szépen megcsinálták, hogy az megboríthatatlan. Viszont az emberek annyira engedetlenek voltak, annyira nem figyeltek a dolgokra, és annyira elkezdtek másnak hódolni, ugye, hogy borult az egész, és pont most pontosan megkapták azt, amit sohasem szerettek volna. És ez csak rosszabb lesz. Nem tudom, lehet egy olyan aspektusa mondjuk ennek amit mondasz, hogy képzeld el azt a szituációt, mi van, és szerintem ez a... Ők szabad különösek voltak, azért azt tegyük hozzá. Washingtontól elkezdve az összes amerikai elnök részét. De tudod, hogy miért csinálták ezt az egészet? Megborítsák, ők megmondták, felesküdtek rá, hogy a pápát, királyokat, mindenkit leszednek, és az embereket szabaddá teszik, és csak úgy tudtak fellépni ezek ellen, a nagy uralkodók ellen, hogy az összes embert szabaddá tették. És más-más módjuk nem volt rá, de azt is tudták, hogy az emberek engedetlenek lesznek, nem fogják követni azokat a dolgokat, és így egy idő után szépen teret nyerhetnek ők maguk a saját kis rendjeiken keresztül. Ez az egész amerikai Egyesült Államok, amit mi az amerikai államnak hívunk. Az amerikai Egyesült Államok egy célja volt, amiért létrehozták, nyilván az amerikai Egyesült Államokat az angol száz birodalom hozta létre, ők közben sosem volt ellenségeskedés. Az egész, ami ott történt, az része volt ennek a megtévesztésnek, ami most van. Az amerikai Egyesült Államok célja az volt, ami most be fog következni. Nem úgy a mi életünkben, hanem ami a szem láttára zajlik, a világnak az elemeire hullás. Ezért hozták létre az amerikai Egyesült Államokat. Isten országában nem lesz választás. Isten országában nem lesz szavazás, nem lesz demokrácia, nem lesz választás. Érthető? Az hogy lenne vallásszabadság Isten országában? Érted? Amit mondok, az, hogy az Amerikai Egyesült Államok gazdaságilag, erkölcsileg és minden lehetséges módon megfertőzte a világot ezzel az úton, liberalizmusra. És most, amikor ő össze fog omlani, az amerikai gazdaság, ugye a hitel problémák miatt, meg most a természeti problémák miatt, és a szociális problémák, ami a társadalomnak a teljes szétforgácsolódása, le fogja rántani magával az egész világot, hiszen a világ egyik hatalmáról van szó. Ez volt a cél, amikor létrehozták az amerikai Egyesült Államokat. Ezért van rajta a bankjegyén az a piramis, aminek az a szem van a tetején, amiből a fény árad, aki irányítja ezt az egész rendszert. Ő tudta, mikor megcsinálta, hogy ez lesz, csak várt arra, hogy mi közben elfejlődjünk olyan szintre technológiailag, hogy az, amit ő el akar érni, az a teljes kontroll, az a teljes lázadás a teremtő ellen létrejöhessen, hiszen akkor, amikor mi még kőbukóval dobálózunk, meg ágyúból lőttük ki a golyókat, ezt nem lehetett megcsinálni, ma viszont már meg lehet csinálni. Szóval ez volt az oka annak, hogy ők létrehozták az amerikai Egyesült Államokat.
És ezt ugye ne felejtjük el, hogy ez meg fog valósulni természetesen, nézd, mindaz, ami le van írva a Bibliában. És nagyon sok ember kérdezte tőlem, hogy de mikor jön el az, az idő? Vagy hogy az már itt van-e? Én ezt tudom csak erre mondani. Történik a szemünk előtt az, hogy mikor fog teljességgel ez az egész bekövetkezni, azt nem tudjuk. És az egyszerű válasz rá az ez. Az időt mi találtuk ki, nem létezik. Kezdjük azzal. Nincs olyan, hogy idő. Az, hogy perc, óra, hetek, havak, évek, ezt mind mi találtuk ki. Csak a Jóisten tudja, hogy mikor fog közbelépni, és ez nem időhöz kötött, hanem az cselekmény sorozathoz kötött. Igen, tehát így van. Bizonyos dolgokra be kell következni ahhoz, hogy ez létrejössen. De azért, hogy mondjam, én nagyon sok energiát fektetem abba, hogy megpróbáljam az írás tükrében megmagyarázni azt, ami történik a világban. Ha valaki figyelt és meg akarta érteni, akkor megértette és meg fogja érteni. És én azt mondom, hogy amikor megérti, akkor az egy óriási felszabadulás, hogy megérti azt, hogy hogyan működik a világ, és miért. Az, hogy mennyi idő van, egyszerűen én követem az eseményeket egy ideje, ilyen gyors, ez soha nem volt, mint amire most, hogy egyik napról másikra olyan dolgokkal állt elő, mint amit például most találtam egy témát, amiről majd csinálni egy rövid videót, egy Google-nek az egyik, mindjárt megmutatom, ez például az Independent-nek az egyik cikke. A Google-nek az egyik volt vezetője létrehoz egy olyan vallást, amiben a mesterséges intelligenciával rendelkező robot lesz az Isten, akit szolgálni fognak a vallásnak a részvevői. Ez most van. Na, ezt még én sem hallottam, ez már felkeltett az érdeklődésem. De most, ha érdekel az Enquirer-ben, erről írnak az Engadget-nél, hogy az Ubernek, ez az Ubernek volt a, vagy az Ubernek volt a mesterséges intelligencia fejlesztője, de a The Guardian is beszámolt róla, de mehetsz tovább, Textbot, itt van a Wired.com, ez mind erről ír, hogy Anthony Lewandowski-nak hívják. Azt nem értik, hogy hívják, érdekes, hogy Lewandowski, tehát ez a Levé and Lewandowski, ez egy kicsit elég közel áll egymáshoz, ez a két név. Igen. És képzeld el azt, hogy a jelenések könyvét, ha elolvassa valaki, és megvan egy alapfokú értelme, akkor látja azt, hogy mikor ott, mikor azt mondja, hogy senki nem fog eladatokat tenni, csak akinek megvan a feladatok kezében, számát, vagy a nevének számát, akkor az megértheti, hogy ott nem egy állatról van szó, vagy egy emberről van szó, ott egy magasabb lehető intelligencia az, amit szolgálni fog mindenki. Ezt látjuk a saját szemünk előtt kikörvonalazódni, amiről szó van. Mindaz az alien propaganda, ami a filmekben van, vagy a mesterséges intelligenciában való riogatás, meg amit Stephen Hawking, meg a többi ilyen bábú előad, ez mind erre készíti. Képzeld el azt, hogy létrehoznak egy robotot, akinek az egész internet tudása benne van, az hozzánk képest olyan lesz, mint egy Isten. Az meg tudja oldani a problémáinkat, az választ tud adni minden kérdésünkre. Egy olyan generáció, hogy generációk, akik most felnőnek, akik hozzá vannak nőve a telefonjukhoz, akik hozzá vannak nőve a technológiához, el fogja fogadni, akiben már nincsen morál, akiben nincsen már abszolút morál. Nincs az, hogy van jó és rossz, csak az van, hogy az van, amit én gondolok, vagy amit ő gondol. Egy olyan generációnak, vagy generációk nem lesz probléma elfogadni azt az Istent, az ő istenének. Ez az, amit nem értenek az emberek. Spiritualitás nélkül igazi, alázatos és engedelmes spiritualitás nélkül az ember védtelen ez ellen, hiszen nincsen mihez kötnie magát. Nincsen egy abszolút igazság a buddhizmusban, a New Age-ben, a kereszténységben. Nincsen abszolút igazság. Csak ilyen relatív dolgok van, hogy ő olyan, Isten mindenkit szeret, mindenkit elfogad, stb. Egy relatív morális rendszerben az ember nem el kell, hogy fogadja azt, hogy az okosabb az, aki tulajdonképp Isten. Még annyit csak hozzátennék, hogy a tudás, amit mi
az általunk felhalmozott tudásnak az istenítése, ahogyan mi élünk. Ugye, Stephen Hawking egy okos ember az, mivel ő tud dolgokat. Ez mind ostobaság a teremtő előtt. Az ő útja az igazság. De számomra ez a tudás, ez értéken képvisel. Egy olyan dolog, mint ez a robot, akinek az összes tudás benne van, a számunkra felsőbbrendű. Érted, amit próbálok mondani, hogy mennyire az egész, mennyire kifinomult az, ahogyan átvezetik az egyik rendszert a másikra, szinte egyik hétről a másikra, azért, mert a technológia lehetővé teszi, hogy manipulálják az embereket, rengeteg ember, nagyon gyorsan, óriási területeket. Ez az, amit látok. Úgyhogy az, aki azt mondja, hogy majd 100 évból, vagy ki, az nem érti azt, hogy ha most nem rád értem, hogy én sem tudom, hogy mikor, de úgy értem, hogy 100 év, hát 100 év alatt kiírtanak minket erről. 100 év alatt? Hát 100 év alatt, ha nagyon szeretnék, szerintem ezt megtehetnék megközelítőleg 5 év alatt egy általuk ki generált olyan molekulával, ami ugye teljesen elpusztítja az emberi testet, hogyha nagyon szeretnék, szerintem megvan hozzá minden adottságuk. De kell nekik egy bizonyos keret, aki van egy kiszolgáló bázis, egy majom csapat, aki ehhez szükséges, hogy működtessék azokat a dolgokat, ami őket előre hajtja abban, hogy közelebb kerüljenek a saját istenük megvalósításához. Tehát ehhez nekik mi ránk szükségük van. Nem mindenkire, persze. Igazából arra van szükség, aki majd hajlandó lesz ebben részben. Hogyne, hát az lesz ott az Atya Úristen jobbján ülő, akárki az ő Atya Úristenük jobbján ülő valaki, aki teljes egészében elfogadja ezt az egészet. És ugye ez is olvasható ki abból a cionos bölcses könyvből, hogy minden vallás pusztulni fog, kivéve az övéké marad meg. És itt, amikor az emberek azt hiszik, hogy az a könyv itt a zsidókról beszél, hatalmasat tévednek. Hát ebből is látszik, hogy a tudásbázis, az olvasottság, az sajnos én még úgy van, hogy az emberek olvasási szinten nagyon alul vannak táplálva. Én amikor elolvastam először azt a könyvet, ugye már akkor bennem volt 5 év könyvolvasás, én egyből levágtam, hogy ki az, aki ezt a könyvet írja. Hogy ez bizony az ősi papság, ők magukat nagy szent papságnak hívó, rejtett csapat, akiken keresztül, tehát a legfelsőbb körről beszélünk, akik ezt írják. Az írásból is látszik, hogy milyen intelligensen és zseniálisan van felvezetve és levezetve minden. Tehát ott a hétköznapi ember számára nem is igazániból fogható fel, hogy miről van az, csak azt látja, hogy pusztulás, rombolás, veszteség, és akkor rámutatnak valakire, hát ez a legegyszerűbb. És mindig felhozok egy olyan példát neki, hogy képzeljétek el magatokat egy sötét szobában. Te vagy a szobában egy arab, meg egy zsidó. Oké? Nevezzük most az arabot terroristának, ami természetesen baromság, mert terroristák azok mindenhol vannak. Akik ugye, persze, azt tudjuk, hogy ki szponzorálja, és ugyebár képzeljétek el azt, hogy lekapcsolom a villanyt, nagy büdös pofont lekevertetek az arabbal, fölkapcsolom a villanyt, de időközben a zsidót elétek állítom. És akkor mit gondoltok, ki volt az? Hát teljesen nyilvánvaló hozzá, hogy egy legközelebb eső embert fogod okolni, és a könyvben is természetesen az vettük ki, hogy felállítják a stróment, és akkor azt mondják, hogy ők azok. Hát te kérem szépen. Az már nem is nevezhető zsidónak, a vallásuk szerint, aki olyat cselekszik, ami ott van benne. Tehát az Istennek a törvényéből kitűnik. Tehát az már nem az. Az már valahova máshova tartozik. Hát a mai a judaizmusnak igazából nincs is a közel van. Csak az a baj, a tudatlanság, de ezt mondtam, a rengeteg információk, ezt elmész az igazság. Az emberek az információt tartják tudásnak, miközben az információ az információ. Hogyha nem kerülnek közel a valósághoz, akkor az egy időpocsékolás. De minden elfelejtik a spirituális oldalát az egész világnak. Létezik egy spirituális, úgymond birodalom, ezt a szót használom inkább. Létezik egy spirituális birodalom, amilyen kell párhuzamosan. Az, amit az emberek
az a szellemnek hívnak, vagy aliennek, vagy idegennek, vagy bárminek. Ez mind abból a rendszerből szivárog át. Az a rendszer hatással van ránk, az egy kifinomultabb rendszer, mint a miénk. És mi azt hiszük, hogy mi olyan nagyok vagyunk, hogy mi olyan okosak vagyunk, hogy meg tudjuk a tudást szerezni, és az által majd... Na hagyd tegyek itt hozzá egy kicsit ehhez a bizonyos dologhoz, amit most itt felvázoltál. Amikor olvastam Aleister Crowley, hogy is mondjam csak, segédjeinek a kis könyvecskéit, ugye ilyen feljegyzéseket, stb. Ott egy elég durva igazság jön felszínre, és mégpedig az, hogy kik ezek az idegenek. És mindegyik megnevezi ezt a bizonyos lám nevezettű entitást, ami bármennyire hihetetlen, pontosan úgy néz ki, mint a mai, úgymond modern világban megfestett alienek. Tehát amiket láttak a vízióikban, és az úgymond clairvoyant látomásaikban, ugye, az pontosan megfelel azzal a kis lénnyel, amire mutatják, hogy ezek a zéták. És Crowley amúgy nem volt egy hülye ember, tudjuk, hogy nagyon sok dologban vett részt, viszont ő leírja, hogy a portáljait, amiket megnyitott, nem tudják pontosan, hogy van egy-két ember, aki tisztában van ezzel, szépen be is zárogatta őket, tehát, hogy ne jöjjön át rajta semmi. Tehát ő neki megvolt a technológiai tudása hozzá, ugye, úgymond, amit varázslatnak hívunk, ami valójában egy technológiai tudás, valójában a varázslat, amit tudni kell. Tehát itt nincs az, hogy abrakadabra, meg stb. Nem, sokkal komolyabb, ceremoniális dolgokról van szó, amit végrehajtanak, lépésről lépésre, és akkor képesek bizonyos dolgokat megcsinálni. Elérni valaminek a segítségével, azt nem tudja senki pontosan, de ezek kidolgozták valahogy az egészet. Tudhatod, hát amit mi kinevezünk ma úgy, amit Hollywoodban látsz, az például az, amit egy filmben látsz, egy videófilmben, az mind mágiának videófilm. Az emberek azt mondják, hogy nem számítanak a jelek. Ha nem számítanak a jelek, a szavak, a ritmusok, akkor miért csinálják? Ha nem számít semmi, akkor miért kellett dollár milliókat adni, hogy egy 15 másodperces reklámot lejátszanak a tévében, nincs hatása. Hogyha egy 10 másodperces reklámmal meg tudom változtatni az emberek gondolkodásmódját, akkor egy 2 órás filmet, vagy egy 30 részes tévésorozattal, vagy mint a barátok közt, egy 5000 részes tévésorozattal, mit tudok csinálni egy ember agyával? Hasznap, hosszabb korábban keresztül pompázom ezzel. Ez az, amit mágiának hívtak régen. Persze van egy másik verzió is, amikor ők fizikálisan kapcsolatban tudnak lépni ezzel a oldalával, ezzel a spirituális birodalommal. De ha valaki azt gondolja, hogy videóklipeket nézeget egy nap hosszat, az nem rombolja le az ember agyát, akkor az tényleg egy film. Azt hiszi valaki, hogy 100 millióval lehet, hogy csinálni egy filmet, hogy mi jól érzi, mert azért csinálják, mert abban vannak benne az üzenetek, amit akarnak, hogy gondoljuk. Úgyhogy én óvatos lennék akkor, amikor zenét hallgatok, vagy filmet nézek, vagy bármi más, ami ezzel kapcsolatos csinálok, mert ez mind a propaganda része és az üzenetet volt. Az, ami az avatarban van, az életfája, azok a dolgok, amik ott vannak, hogy az ember gonosz és kiírtja a világot, és ezt meg kell menteni. Ez mind propaganda, ugyanúgy, ahogy a Matrix, a Star Wars. Hát a Star Warsban az a gyerek, az a midichlorián, vagy minek hívják, hatására született, az anyja meg nem volt férfi a kapcsolatban. Ez egy bibliai történet. Minden propaganda, ez az, amit mi szórakoztatóiparnak hívunk, vagy tudománynak, amit régen mágiának hívtak, vagy csináltak a bölcsek, amit terjesztettek azok az emberek. Csak elhitették velük, hogy a szórakoztatóipar, vagy tudomány, vagy oktatás. Minden össze van kötve. Maga a szálak kibogozása egy élet.
ha nem többnek kéne, ezt maximum úgy lehet megcsinálni, hogy többen összeülünk és többen kutatjuk, amit már én csináltam másokkal is közben, időközben, és just a second, maybe we're almost done. Mindjárt vége van, oké? Na, és ugye ez természetesen egy háromdimenziós kirakó, ami még szebbé teszi a dolgot, de azt hiszem, hogy ez itt a lényeg, hogy megszenvedjünk azokért a dolgokért, amiket mi tudásnak hívunk, ezt nem ingyen adják. Semmi sincs ingyen. Nem. És főleg az arany középút felfedezése az a leges legnehezebb. Na, az aztán végképp nincs ingyen. Ott az lesznek kaparok, nagyon sok, mindkét oldalról, de azt hiszem, hogy az az, ami minket az aranyúton tarthat középen, ugye? És nincs semmi más. De hát, ha sok jót kap az ember, akkor megunja, ha sok rosszat, akkor meg pontosan egy valami nagyon rosszat váltott ki belőle, de mindig emlékezni kell arra, és ez az egyik legjobb pszichológia, amit használok magamon, amikor rosszul érzem magam. I love you too, baby. Az pedig az, hogy lehet nekem bármennyire rossz. Örülnöm kell azért, hogy az Isten megadta ezt az életet, hogy tapasztalhassam, hogy mennyire rossz nekem. És mindig erre kell gondolni, hogy nekem valaki adta azt a lehetőséget, hogy megtapasztaljam, hogy mennyire rossz. És azt a lehetőséget is megadta, hogyha tudom, hogy mennyire rossz valami, hogy én annak véget vessek a saját szintemen, és valami más találjak, amivel átkerülök a másik oldalra. Még ha nem is hosszú időre, de ott lehetek, és tehetek érte. Akármikor, bármikor, és ehhez nem kell más, csak az, hogy az ember magába szálljon, kérje a segítséget, igenis kell fohászkodni. Nem azért mondom, mert ez valami dogmatikus, de az ember rá fog jönni, hogy abban a pillanatban, hogy erre az útra tér, valami történni fog vele. Valami gyönyörű szép. És nagyon sokan vénából elvetik ezt a dolgot, mert azt hiszik, hogy ez csak valami kitaláció. Bár az lenne, bár mondhatnám azt, hogy egy kitaláció, de én átéltem. És én minden nap megélem ezt. Hogy... Nézd, én az én részemről még annyit hozzátennék, hogy elbúcsúzom, nem akarok rátartani, se meg most egyetőre mennünk, de én nagyon szívesen gondolom, folytatjuk később, újra megpróbáljuk. Én annyit még hozzátennék, hogy én azt javaslom, vagy én amire eljutottam az, hogy a világ az, ami meg akar győzni minket arról, hogy fegyelem, alázat, engedelmesség és egy rendszer, amit a Teremtő kitalált, az rossz. A világ az egyik út, és a keskeny út, amit a Teremtő kidolgozott, az a másik út. A világ az, ami megpróbál minket meggyőzni arról, hogy ezt nem kell csinálnunk, hogy ez rossz, hogy ez egy átok, vagy hogy ez rabság. És a világ útja mindig egyszerűbb lesz. Ezért az annyira nehéz. A világ útja szabályok nélküli, vagy a saját magunk által felállított szabályok szerint működik. Ezért olyan kényelmes. Én, ha úgy gondolom, hogy nem jó ezt enni, vagy azt, akkor nem leszem. Én, ha úgy gondolom, hogy nem jó ezzel, vagy azzal, vagy amazzal, vagy mindegyikkel egyszerre hazamenni, akkor az jó vagy rossz. Ez a probléma, hogy a legtöbben nem hajlandunk elfogadni egyfajta vezetést, egyfajta fegyelmet, ahol engedelmesség és alázatosságról van szó. Én nem vagyok ellene ezeknek a dolgok. Sőt, én azt mondom, hogy nem véletlenül mondta azt, hogy az út keskeny. Valaki egyetérthet ezzel, vagy nem, de attól még ez marad az igazság. És nincsen sok igazság, és nincs mindenkinek igazsága, hanem az az igazság, ami le van írva abban a könyvben, az egész világ azért van, hogy meggyőzzön minket arról, hogy ez nem így van, és ennek a ellenkezőjét. Úgyhogy ez az, amit én mondom, én abszolút elfogadom mindenki másnak a véleményét és a hozzáállását, de
el akartam mondani, ez az, ahogy én gondolom ezt. Na, rendben. Na most már akkor leállítom a fel. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!